Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 6000 állást kínálnak. Gyulán indították útjára a 6 milliárdos foglalkoztatási programot. Elismerés a Gyula húsnak. A Major Annás Májas és a Kolbász Kódex kapott magyar termék nagydíjat. Megszűnt az analóg adás. A Magyar Telekom befejezte a televíziós csatornák analóg terjesztését. Állatorvos a kézjegyben. Ökrös István krokodillal is találkozott 40 éves pályafutása során. Kisorsolták a fődíjat. 67.500 szelvényt vettek át a vendégek egy év alatt a Várfürdőben. Békés megyében az év végéig közel 3000 ember kapcsolódhat be abba a programba, melyet kedden Gyulán indítottak el. Az Út a munkaerőpiacra elnevezésű képzési és állásbörze sorozat keretében 2018-ig 6 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, melyből mintegy 6000 ember elhelyezkedését támogatják. Ez a nap híre. A vasipari vállalkozás képviselője a cég által kínált munkalehetőségekről tájékoztatja Kimpián Györgyöt, aki a múlt hónapban vesztette el állását, és azzal a reménnyel jött el az Út a munkaerőpiacra elnevezésű állásbörzére, hogy talál a végzettségének megfelelő munkát. Bízok benne, mert van, találtam a papírokon lakatosokat, hogy keresnek hegesztőket, hát bízok benne, hogy valami sikerül. A Gyulai járási hivatal foglalkoztatási osztályán egy olyan képzési és állásbörze sorozat indult el, melynek keretében összesen közel 6000 embert vonnának be, ebből az idén rendelkezésre álló 1,7 milliárd forintból az év végéig 3000-en kapcsolódhatnának be a programba, amely 20 féle személyre szabott támogatási lehetőséget kínál. Az egyik gyulai ruházattal foglalkozó kereskedelmi cég rendszeresen képviselteti magát az ilyen bőrzéken, és most is bíznak abban, hogy sikerül eladó munkatársat találniuk. Mi mindig megtaláltuk, mi nagyon sok alkalmazott foglalkoztattunk a munkaügyön keresztül, 95 óta, legelső dolgozónk is innen került hozzánk. Viszont az, hogy sok, az egy relatív dolog, mert a legrégibb dolgozónk is 13 éven állunk van. Ha megkérdezzük az embereket, akkor az életükben az egyik legfontosabb nyilván a család mellett az, hogy van munkájuk, vagy nincs munkájuk. Mindenkit ezt foglalkoztat. Gajda Róbert kormány megbízott a megnyitón elmondta, a program révén nagy hangsúlyt kap a képzési támogatás, ezen belül is kiemelkedő számban a hiány szakmát képviselő tanfolyamokat részesítik előnyben. Egy kettős trend mutatkozik, az egyik az, hogy már a szakképzett munkaerőből hiány van, jó látható, azért is van itt annyi cég, mert keresik a szakképzett munkaerőt, viszont mondhatjuk azt, hogy a magyarországi átlagtól egy kicsit magasabb még a munkakeresők aránya, ez azt jelenti, hogy körülbelül 7%. Tehát azért még van potenciál, van még körülbelül 10 000 ember, aki pedig szeretne elhelyezkedni. Ezt a kereslet kínálatot kell összehozni, ez a fórum ezt a cél szolgálja. A szeptember 15-ig tartó időszakban a megye 9 foglalkoztatási osztályán több mint 300 munkáltató 1000-nél több állást fog ajánlani a munkakeresők részére. Újabb rangos elismerést érdemelt ki a Gyula Hús Kft. Két terméke. A Gyulai Major Annás Májas és a Gyulai Kolbász Kódex magyar termék nagydíjat kapott. Nagyon büszkék vagyunk azokra az eredményekre, amiket a Gyula Hús elért és elér. Újabb jelentős elismerést érdemelt ki a Gyula Hús Kft. Jelentették be a cég Békesugárúti központjában. Az önkormányzati tulajdonú cég két magyar termék nagydíjat kapott. Az egyiket a Gyulai Major Annás Májas, a másikat a Gyulai Kolbász Kódex érdemelte ki. Előbbi a 10., utóbbi a 11. ilyen elismerése volt a Gyulai Húsipar zászlós hajójának. Görgényi Ernő polgármester arra hívta fel a figyelmet, egy ilyen tulajdoni hátterű cég is lehet nyereséges és innovatív. Közösségi tulajdonban is lehet eredményesen gazdálkodni, és egy közösségi tulajdonban lévő vállalat is képes az innovációra, hiszen ezek a termék nagy díjak, amellett, hogy a mérlegek, a gazdasági adatok láttatják, hogy a cég eredményesen gazdálkodik, ezek a díjak azt bizonyítják, hogy bizony az innováció erősen jelen van ennél a vállalatnál. Van étvágygerjesztő hatása, gyomornyugtató hatása is nagyon jó kombinálható különböző májas, illetve vadételekkel. A húsipar is előszeretettel használja a Major Annát, ami a krémes májast igazán különlegessé teszi. A májassal már 2010-ben kiérdemelték ezt a díjat, mely egyfajta elismerése volt a régi parasztgazdaságokban kezdődő, majd a húskombinátban a 80-as években az aranymájassal folytatódó tradíciónak. A gyulai májas az évtizedek során több változáson ment keresztül,
a régi, inkább szeletelhető termék kenhetővé vált. A legfrissebb újítás az, hogy 20-ról 25%-ra emelték benne a máj tartalmát. Ahogy építkezik egy-egy város a saját hagyománya, úgy a húsipar is építkezik az elődöknek a munkájára, és mi büszkék vagyunk arra, hogy ezt ilyen sikerrel tudjuk továbbvinni, hogy nem csak mi dicsérjük a termékünket, hanem alapvetően a fogyasztók, és ezen túlmenően pedig azok a szervek, akik a díjazásra jogosultak. A másik díjazott, a Gyulai Kolbász Kódex azért különleges, mert egy könyvszerű díszdobozban kolbász és szalámi lapul. Az alapgondolat az volt, hogy hol tartották annak idején a kincseket az emberek a kolostorokban, és nagyon ügyesen ezt sokszor a Bibliába bevésett rejtekhelyeken tárolták, akár legyen az pálinka, és milyen lehetne egy ilyen rejtekhely egy kolbász tárolására alkalmas felület. A Gyulahús ősztől új marketing kampányba kezd, mely a hagyományos értékek megtartása mellett nagy szerepet szán a márka ismertségének növelésében a fiatalabb korosztályoknál. Szeptember 1-én megszűnt az analóg jellel sugárzott adás Gyulán. A Magyar Telekom ezzel kapcsolatban azt írta, 2016 márciusától fokozatosan befejezik a televíziós csatornák analóg terjesztését. Gyulán ez most történt meg. A csatornákat a jövőben digitálisan, a jelenleginél jobb kép- és hangminőségben biztosítják az előfizetők számára, áll a cég által a Gyula TV-nek elküldött közleményben. Azt írták, ügyfeleik a továbbiakban is elérik az előfizetésük szerinti programcsomag valamennyi csatornáját, beleértve a helyi televíziókat is. A témában további részletek és útmutatás honlapunkon a gyulatelevizio.hu oldalon olvashatók. Magyar ezüst érdemkeresztet vehetett át a közelmúltban a Gyulai Állatkórház alapítója Ökrös István. A kitüntetett a kézjegyben elmondta, hogy indult a pályája, és megtudtuk azt is, milyen különleges állatokkal találkozott munkája során. Lázár János minisztertől vettem át ezt a kitüntetést délelőtt folyamán, a Magyar ezüst érdemkeresztet. Állatorvosként akkor a napon én egyedül. Ökrös István állatorvos, a Gyulai Állatkórház megalapítója mutatta itt, hogy milyen elismerést vehetett át a közelmúltban, amelyet nagy megtiszteltetésnek tart. A több mint 40 éve a pályán lévő szakember a kézjegyben elmondta, már korán eldöntötte, hogy állatokat szeretne gyógyítani. Geszten töltött évei alatt nagyon sok jószág vette körül, ha jött az állatorvos, ott is szívesen segítkezett. Először az Agrár ZRT-nél dolgozott, majd 92-ben megalapította az állatkórházát, amit azóta is sikeresen működtet munkatársaival, akikkel egy szinte családias közösséget alkotnak. Lelki mentoraként is és tulajdonosaként is az állatkórháznak az itteni munkát úgy osztja be, hogy egymás erősségeit erősíteni tudjuk, és egymás gyengéit, ahol tudjuk tompítani, egymással konzultálni. Hát egy fantasztikus kollegiális és baráti viszonyban vagyunk azért egymással. Nagyon nehezen mozog, és hány éves most? 11. 11 éves. Az állatkórházban szinte mindig nagy üzem van. Ökrös Istvánt akár éjjel is fel lehet hívni, ha olyan nagy a probléma. A kitüntetett pályája során a kutyák és macskák mellett még krokodillal is találkozott, de szerencsére nem volt nagy a probléma. Fölhívtam egy barátomat, aki ezzel foglalkozott, és azt mondta, hogy sajnos 30 000 forintba került volna csak az altatása. De azt mondja, van egy olyan módszer, hogy kössük be cikszalaggal a száját, hogy ne harapjon. A tulajdonossal fogassuk meg a farkát, mert ha nem fogjuk meg a farkát, az agyon üt bennünket. Úgyhogy szerencsére úgy történt aztán a dolga, az Attila doktor kiment velem együtt, megnéztük, és akkorára a probléma elhárult, és nem kellett beavatkozunk, mert máskülönben nagyon meg voltunk ijedve, vagy hogy. Ökrös István a kézjegyben mesélt arról is, milyen kalandos esete volt annak idején egy házi egérrel. Kisorsolták a fődíjat egy személyi autót a Gyulai Várfürdő egy éve tartó nyereményjátékában. A játék ideje alatt a pénztárakban 67.500 darab szelvényt vettek át a vendégek. Most kiderül, hogy nincs lesznek vendégek közül az egyéves kampánynak a nyertesei.
Véget ért a Csobbanj egy autóért nyermény kampánya Gyulai Várfürdőben. A közel egy éves időszak alatt, mint ahogy eddig is, minden hónapban kisorsoltak két darab Gyulai Wellness hétvégét. A játék ideje alatt a pénztárokban 67.500 darab nyeremény szelvényt vehettek át a vendégek. A város és a Várfürdő mindenképpen a marketing kampány nyertesei közé tartozik, hiszen a marketing kampány célja az volt, hogy a fürdő imázsát építse, és növelje a látogatószámot és a városban a vendégészek a számot. Mint tudjuk, az első fél évben a tavalyi év első fél évéhez képest jelentős növekedés volt a vendégészek a számban, 14%-kal nőtt a vendégészakák száma Gyulán a tavalyi évhez képest az első fél évben, és most a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a Várfürdő gazdálkodása is még eredményesebb volt, pedig már tavaly is jó éve volt a Várfürdőnek, hiszen mint emlékezetes, 50 millió forint volt az adózás utáni nyereség. A nyereményjáték főnyereménye egy közel 5 millió forintos családi személyi autó volt, melyet közjegyző jelenlétében sorsoltak ki. Az vehetett részt a kampányban, aki legalább két belépőjegyet váltott az Akvapalotába. Főnyertesként egy budapesti vendégünk nyereményszelvényét sikerült kihúzni, ami nem jelenti azt 100%-osan, hogy az övé, ő fog elvinni az autót, hiszen a minden nyeremény szelvény mellé ugye meg kellett őrizni a vendégeknek a tőszelvényt, a tőpéldányt, és ezt be kell mutatni a nyeremény átvételéhez. A személygépautó nyertesét telefonon, illetve levél formájában értesítik a fődíj átvételéről. A Gyulai Várostrománynak 450 évvel ezelőtti utolsó napjának évfordulóján az erődítményvédő hősökre emlékeztek. Rövid hírek következnek. 450 évvel ezelőtt egy nagyon szomorú eseménysorozat zajlott le itt a vár előtt. Körülbelül délben indult el az a menet, amelyet a sebesült beteg katonákat szállító szekerek indítottak el, hogy elhagyják a várat. Erdész Ádám tolmácsolta gondolatait a Gyulai Várostromának 450 éves évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, a várfalán elhelyezett emléktáblánál. Azt mondta, az a 63 nap, ami itt telt el, nagyon különleges a végvári harcok történetében. A már előtti megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték a tiszteletkoszorúit. A díszteremben a himnusz hangjaival kezdődött el a 450 éves évforduló alkalmából rendezett ünnepi testületi ülés. Emlékező beszédében Görgényi Ernő kiemelte, a várvédő katonák nem csak hazájukért, hanem az egész nyugati keresztény civilizációért küzdöttek, ezért a gyulaiak mindig méltóképpen emlékeznek az egykori hősökre. A szeptember 2-ai események az utolsó részei voltak a tavasszal elkezdődött emlékezés sorozatnak. Így szól a bivajkürt. Ezt a hangot pedig a szarvasmarha tülke produkálja Kis Dániel tolmácsolásában. A szombati megyenapon a sepsiszentgyörgyi férfi az erdélyi testvérmegyéket képviselte, és mutatta be portékáit, melyeken minden motívumnak megvan a maga jelentése. Gyulát ez a stand képviselte, a legnagyobb érdeklődés pedig a kolbász tövezte. A megyenapon a térséghez köthető hungarikumokat és az oda vezető úton elinduló értékeket mutatták be. A fürdőváros e tekintetben élen jár a térségben. Igazi találkozási ponttá vált a megyenap, mondta a rendezvény fővédnöke, a korábbi megyei elnök Domokos László. Erős kötődést jelent Békés megyeinek lenni, derült ki Zalai Mihály elnök szavaiból, aki azt mondta, széles körű összefogással valósult meg az első megyenap. A megyenap nem titkolt célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a térség értékeire, erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését, és egy értékes nappal örvendeztesse meg a kilátogatókat. Pozitív visszajelzések érkeztek a szervezőkhöz az elmúlt napokban Gyulán megrendezett történelmi íjász világbajnokság eseményei kapcsán. Lovász Tamás főszervező azt mondta, nem csak a magyar, hanem különösen a külföldi versenyzők voltak elégedettek. Olyan hangokat is lehetett hallani, hogy ez volt az egyik legjobban megrendezett ilyen típusú világesemény. Mint arról többször beszámoltunk, a versenyeket három helyszínen bonyolították, a selejtezők után pedig a döntők is hoztak magyar sikereket. Szűkebb környezetünkből említést érdemel a Békés Csabai Makai Péter kadett korosztályban szerzett aranyérme, valamint a gyulai Zvolenszky Richard bronzérme. A szenior vadászíjasok között még egy gyulai állhatott a dobogóra, Szántó István ezüstérmet szerzett.
Budafokot fogadta hazai pályán a Várfürdő Gyulai Termál FC szombaton. A több egykori NB1-es játékos felvonultató fővárosiak ebben az idényben még csak a Ferencváros második csapata ellen maradtak alul. Az összecsapás előtt a 80 esztendős Fekete Imrét köszöntötte a klub vezetése születésnapja alkalmából, aki régóta szurkolója a Termál FC-nek. A kezdés jelző sípszó után a fővárosi együttes gyakorolt nyomást a hazaiakra. Már a harmadik percben olágurítását fogta Harman, nem sokkal később pedig Kovács próbálkozott távolról. A másik oldalon Balogh vezette a labdát a bal szélen, majd Kormos továbbított Okosnak, aki a kapu fölé lőtt. Egy vendégbedobást követően Olához került a labda, aki Ferenciről lefordulva indult a kapu irányába, de Harman védett. A következő nagyobb helyzetig a 30. percig kellett várni. Kovács távolról lőtt, de Harman ismét hárított. 10 minutummal később ismét Kovács veszélyeztetett. 5 perc elteltével egy távoli vendéghelyzetet jegyezhettünk fel. A kipattanóra Kovács érkezett, de Harman résen volt. A második játék részben sem változott a játékképe. A Budafok továbbra is próbálta megszerezni a vezetést. Ez a 49. percben sikerült is nekik. Egy bedobást követően Ladányi elé került a labda, aki a gyulai kapuba lőtt. A folytatásban veszélyesebbé vált a Termál támadójátéka. Az 52. percben Kormos szabadrugását fogta a vendéghálóőr, a Buatilla. A következő helyzetnél Vankó lőtt balról, Harman védett, majd Margitics lőtt a kapu irányába. A legnagyobb gyulai lehetőség Nagy Gergely előtt adódott, aki okos jó labdájával lépett ki. Ballal lőtt, de a kapufáról kifelé pattant a labda. Az eredmény a hármas sípszóig már nem változott. Várfürdő Gyulai Termál FC, Budafoki MTE 0-1. A Termál legközelebb Mórahalmon próbál pontot szerezni. Következő hazai mérkőzését a csapat a Paks 2 ellen vívja szeptember 18-án. Örülök, hogy a gyulai kolbász diplomáció jelen eredményes, és ilyen kedves vendégeket hozott a városba. A gyulai kolbász diplomácia eredményének nevezte a közel 50 tagú csíkszentmiklósi delegáció gyulai látogatását Görgényi Ernő polgármester. Nagyon szépen köszönjük a sok segítséget. A csütörtök délutáni vizit több gyulai szervezet, köztük helyi vállalkozások, a Gyulahús és az önkormányzat támogatásának köszönhetően jött létre. A csoport vezetője András Róbert azt mondta, régi álmuk volt, hogy a feszti körkép mellett Gyulát is megnézzék. A csíkszentmiklósiak első útja Gyulán a kastélyba vezetett. A patinás épületet több turnusban látogatták meg. Gyula közelében ellenőrizték a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei azt a román rendszámú kamiont, amely megközelítőleg 13 tonna veszélyes hulladékkal érkezett Olaszországból. A kamion nem felelt meg azoknak a feltételeknek, melyeket az ilyen szállítmány fuvarozása megkövetel, a sofőr pedig nem rendelkezett a szállításhoz szükséges engedéllyel. A járőrök a szállítmány átvizsgálásakor szembesültek azzal, hogy bár a kamionon semmi sem figyelmeztetett arra, de annak rakománya veszélyes hulladéknak minősült. Mint kiderült, a veszélyes anyag szállításakor kötelezően feltüntetendő jelölések közül egyik sem volt megtalálható a járművön. A gépkocsi vezető a szükséges kötelező felszerelésekkel nem rendelkezett. A NAV a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt 2,2 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a teherfuvarozóra, a szállítmányt pedig feltartóztatták. Kolbászból és szalámiból nagy a választék az üzletek polcain, de vannak, akik házilag készítik ezeket a finomságokat. Ma arról érdeklődünk, a saját vagy a bolti termékeket részesítik előnyben az emberek. Ma már számos ízesítésű kolbászból vagy szalámiból választhatunk, ha betérünk egy élelmiszerüzletben. Ön vásárolja vagy készíti ezeket a finomságokat? A gyulait, a igazi gyulait. Az, mindig, évek óta. Csak vásárolni szoktunk. De az sem itt, mert mi messziről jöttünk, Rosszág másik végében, hát a ABC-ben, Spáron, Tesco-ban, ahol hozzá lehet jutni, gyulai kolbász az nagyon jó, úgyhogy egyértelmű, páros is, minden. Inkább édes, vagy inkább csípős? Hát én szerintem, engem a csípős nem érdekel, mert az világát tudnék menni vele általában, de normál, az a csípős, a édesnek mondta, ugye? Hát az vissza, az a jó. Van egy üzlet, nem is tudom, hogy az kié, és akkor ott békési paraszkolbász van. Kétfajta van, kis csípős, meg
kisé vagy nem csípős, és ezt szoktuk mindig fogyasztani, mert a feleségem az nagyon kolbászimádó, és ha nincs kolbász a hűtőben, akkor nem érzi jó magát. Készíteni? Készíteni nem szoktunk, régebben még, amikor fiatal voltam, és akkor a szüleim még megvoltak, akkor vágtunk disznót, Gyulaváriba laktunk, és akkor vágtunk disznót minden télen, és akkor saját magunk készítettük magunknak nagyon jó kolbászt. Átvette a helyi önkormányzat a kondorosi csárda üzemeltetését. Lapszemle következik. Önkormányzati lesz a csárda. Átvette a csárda üzemeltetését a kondorosi önkormányzat. Jelentette be honlapján Ribárszky Péter, polgármester. Az egykor Rózsa Sándor egyik kedvenc helyének számító csárda nem csak étteremként működik, hanem ellátja a helyi közétkeztetési feladatokat is. Jön a közlekedési kártya. A nagyobb közösségi közlekedési szolgáltatók a következő 3/4 évben új, ügyfélbarát szolgáltatás bevezetését tervezik, írta a békésijárások.hu. A többfunkciós kártya csökkenti a háztartások pénzügyi terheit és a kártyarendszer működtetésének költségeit, könnyebben elérhetővé teheti az állami és a hálózatba bekapcsolódó egyéb gazdasági szereplők szolgáltatásainak igénybevételét. Extrém sportnap Orosházán. Látványos trükköket láthatott földön és levegőben az, aki kilátogatott a múlt szombati rendezvényre, írta az Orosz Café. Öt kategóriában közel 80-an mérték össze tudásukat az extrém sportok szerelmesei. Pálos rendi kolostor romjait tárták fel Zalában. A Keszthelyi hegység erdős területén az elmúlt hetekben sikerült feltárni az évszázadokkal ezelőtt elpusztult, korábban csupán egy 1429-es oklevélben említett pálos rendi kolostor romjait. A Magyar Kurír azt írta, az egyetlen magyar alapítású, 1250 körül Boldog Özséb által létrehozott férfi szerzetes rend tagjai elvonultan lakott helyektől távol éltek, ezért minden bizonnyal itt is önellátásra rendezkedtek be. Szerdára megjavul az időjárás, megszűnik a csapadék és kisüt a nap. A hét hátralevő részében strandidő várható. Szerdára jelentősen javul időjárásunk. Derült lesz az ég, csak kevés gomoly felhő képződhet. Esőre pedig egyáltalán nem kell számítani. A hőmérséklet az évszakhoz képest kifejezetten magas lesz. Mérsékelt néha még kissé élénk keleti szél fúj. Estére a légmozgás leáll, derült marad az ég, párássá válik a levegő. A hőmérséklet az éjszakai 15 foktól, kora délutánra 29 fokig emelkedik. Csütörtökön helyenként már elérheti a maximum hőmérséklet a 30 fokot. A napsütés mellett mérsékelten felhős időszakok is lehetnek. A légmozgás gyenge marad, és többnyire délkeleti irányú. Lássuk még egyszer mai híreinket! 6000 állást kínálnak. Gyulán indították útjára a 6 milliárdos foglalkoztatási programot. Elismerés a Gyulahúsnak. A Majorannás Májas és a Kolbászkódex kapott magyar termék nagydíjat. Megszűnt az analóg adás. A Magyar Telekom befejezte a televíziós csatornák analóg terjesztését. Állatorvos a kézjegyben. Ökrös István krokodillal is találkozott 40 éves pályafutása során. Kisorsolták a fődíjat. 67.500 szelvényt vettek át a vendégek egy év alatt a Várfürdőben. A Gyula TV híradóját látták, most a kézjegy és a sorsforduló, utána a pódium következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!